Sziasztok, én Laki Béla vagyok, ez itt a Festeni Tanulunk 5. része. Ma a festékekről fogunk beszélni, azon belül pedig az olajfestékekről. Először is nézzük meg a történelmét. Honnan ered ez a kitűnően használható festék? Ennek a festék típusnak a korai elődeit a 15. században élt flamand festő Jan van Eyck kezdte el alkalmazni a képeihez, és a használat során fokozatosan kísérletezte ki a számára legideálisabb összetételt, amely lehetővé tette, hogy hosszabb száradási idővel számolhasson, és így képeit fokozatosan tudja alakítani a kedve szerint. A 16. században a Velencében élő és alkotó Tiziano Vecellio továbbfejlesztette a Jan van Eyck által kidolgozott receptúrákat és technikákat, amely hírnevének egyik fő oka lett. A művészettörténészek az olajfestészetet Tiziano előtti és Tiziano utáni korra is szokták osztani, elismerve ezzel a mester új technikáját és festékreceptjét, amelynek ugye az volt a lényege, hogy nem híg alapú olajlazúrral dolgozott, hanem félig pépes állagú jobb fedőképességű festékrétegeket rakott egymásra. A mostani festékgyártók általában 2-3, néha ennél is több kategóriájú festéket gyártanak. A legáltalánosabb az úgynevezett stúdió, tanuló fokozatú festék, illetve az artist minőség, amely a professzionális minőséget jelöli. De vannak gyártók, akik más kategóriát is képviselnek. Ezt gyakran fine jelöléssel látják el. Ez a kategória árban és minőségben a kettő között foglal helyet. Ezen kívül meg kell említeni a piacon lévő néhány, körülbelül 10 márka, kis festékgyártó manufaktúrát is, az úgynevezett handmade, azaz kézműves, kézzel gyártott festékeit is. A kézműves festékeket általában néhány fős manufaktúrák gyártják, mint például az egyik kedvencemet, a Block X-et, de a márkákról később. Ezek a festékek kis tételben készülnek, és bár itt is hengerszéket használnak, a teljes gyártási folyamatban ott van az ember, és tökéletes minőségben többnyire minden adalékanyag nélkül készülnek. Ennél fogva ezek a legkiválóbb minőségű, de egyben a legdrágább festékek is. Állaguk általában kissé lazább, mint az úgynevezett gyári festékeknél, ez az adalékanyag miatt van, de cserébe 100% pigment tartalmat kapunk. De mi is a különbség? Megéri a drágább festék? Az úgynevezett tanuló fokozatú festékek tele vannak töltőanyagokkal, a pigmenten és az olajon kívül, sok esetben gyengébb összetevőkből áll. Ezzel szemben az artist minőség általában a legjobb minőségű alapanyagokból készül, illetve nem tartalmaznak, vagy inkább kisebb mértékben tartalmaznak töltő és adalékanyagokat, nagyobb a pigment tartalom, egyes színek esetében, mint például az ultramarin kék, szükség lehet 1-2% mélyviaszra, emulgálóként, hogy ne váljon szét az olaj a pigmenttől, esetleg gyantákat is adhatnak hozzá, mint például a sminkegyár, az általam is nagyon kedvelt márkába, a Mussini márka nevű festékbe. Szerintem az olajfestékekkel készült festményeknek van egy különös varázsa. Ezért is, ha rákeresel az olajfestékekkel festett festményekre, rengeteg ismert festőre fogsz rábukkanni, a reneszánsz kortól egészen máig. Az olajfesték főbb tulajdonságai. Nagyon tartós. Fantasztikusan lehet vele apróbb részleteket festeni. Sokkal nagyobb kontrasztot érhetünk el velük a világosabb és a sötétebb színek között. Lassan szárad, így még hosszú ideig belejavíthatsz a festményedbe. Bár ez lehet negatívum is, mert a festményed így lassabban fog megszáradni. A száradás időtartama alatt jobb elkerülni a port és a rovarokat. Negatívumok. Mint ahogy már említettem, lassan szárad, így könnyen megrongálódik a száradás időtartama alatt.
sokan allergiások a terpentinre, illetve az oldószerekre. Sokan köztük én is legtöbbször késsel viszik fel a festéket a vászonra, így nem lesz szükség oldószerekre. Nagyon vigyázz az eszközeid, illetve a ruhád tisztán tartására, mert ha a ruhámra olajfesték került, az már festőruha maradt. De már erre is van megoldás, méghozzá a kötény. Szinte minden márka rengeteg színt felvonultat, de én kezdésnek egy 6 színből álló készletet ajánlok. Tehát milyen a jó olajfesték? Jól kenhető, magas pigment számmal rendelkezik, száradás után tartós, de ez általában majdnem mindegyikre igaz, és persze nem utolsó sorban a minőségéhez képest jó áron beszerezhető. Na de nézzünk is egy-két márkát. Itt szeretném leszögezni, hogy én csakis az általam használt és kipróbált festékekről tudok véleményt formálni, de mivel elég sok márkát kipróbáltam már, elég nagy összehasonlítási alappal rendelkezem. Ha tetszett a videó, kérlek nyomj egy lájkot, és ne felejts el feliratkozni, hogy ne maradj le a következő videóról sem. A viszontlátásra!